Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk, a Paletta nézőit április 19-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Mics Gergellyel, aki nemzeti ünnepünkön egy rangos kitüntetést vehetett át, majd ellátogatunk Wollein Ferenc kiállítására. Ezt követően egy beszámolót láthatnak Händel Messiás című darabjához kapcsolódó előadásból, majd egy könyvbemutatóval zárjuk mai adásunkat. Most tehát következzék egy beszélgetés Mics Gergellyel. Nos, tehát egy beszélgetés következik, kedves nézőink, Mics Gergellyel, mégpedig azért, mert hogy a Kodolányi János Egyetem Kreatív Iparágak Intézete Modern Zene Tanszékének vezetője és marketing kapcsolatok igazgatója, a magyar jazz oktatásban betöltött úttörő szerepe, a Kodolányi János Egyetem Modern Zene Tanszékének megalapítása és a modern zenei képzés megújítása érdekében végzett sokrétű szakmai munkája elismeréseképpen a magyar érdemlen lovak keresztje kitüntetést vette át Áder János köztársasági elnöktől. Ugye ez még márciusban volt, de hát most tudunk gratulálni. Szervusz Gergő, és gratulálunk mindannyiunk nevében. Nagyon szépen köszönöm, szervusz. No, hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt ez be, töltötök be, annál is inkább, hiszen ha visszatekintünk, a veletek kezdődött, az, ha úgy tetszik, veled kezdődött az évezred itt Fehérváron, amikor a jazz elindult azon az úton, ahol, tehát azon a felvezető szakaszon, ami mára, ha úgy tetszik, ki is teljesedett valamelyest. Te 2000-ben végeztél a Zeneművészeti Egyetem jazz-basszus-gitár szakán. Ez egy fontos pillanat volt. Tudatosan készültél el a pályára. Igen. Azt lehet mondani, bár ez bennem később tudatosodott, de gyerekkorom óta, vagy gyerekkoromtól kezdve a zene és a sport nagyon meghatározta az életemet, meg mindennapjaimat. Azt szoktam mondani, hogy nem nagyon volt, nem emlékszem olyanra gyerekkoromból, hogy én unatkoztam volna, illetve az öcsémre is ez ugyanez elmondható. Tehát vagy edzésen voltunk, vagy zeneórán voltunk, és ezen túl, amit nagyon fontosnak tartok így utólag visszanézve, hogy mi az, ami az öcsémre is rám is nagyon nagy hatással volt, hogy mi nem, effektíve nem hallgattunk otthon rossz zenét. Édesapám révén is, illetve keresztapánk Vörös Tamás révén is nagyon korán, nagyon fajsúlyos könnyű zené, vagy jazz zenei lemezeket, vagy akár rockot hallgattunk, de mind megütött egy olyan minőségi mércét, ami nekem a mániám, illetve ez az értékteremtés, hogy nagyon könnyű szőnyeg alá söpörni ezt a kérdést azzal, hogy ez ízlés, ez nem ízlés kérdése, ez egy szakma, nem szakkör, hanem szakma. Ezt meg lehet tanulni, meg kell tanulni, bizonyos szabályokon, kereteken belül működik, és aztán egy bizonyos szint után elválik, hogy az művészet lesz-e vagy sem. Igen, tehát itt fontos kérdés, ugye a szakmát megtanuljuk, és akkor válik hivatás belőle, akkor lesz hivatás belőle, ha elkötelezettek vagyunk, és ha tudjuk, hogy mit szeretnénk. Tehát van egy határozott jövőképünk. Igen, pontosan. Neked volt, annál is inkább, hiszen abban az esztendőben, amikor lediplomáztál, már is léptél egyet, ami rendkívül fontos a fehérvári jazz történetében, hiszen megalakítottad a Lausmann jazz szakközépiskolát. Igen, ennek az az előzménye, hogy ahogy mondtad, én a Zeneakadémiára jártam, és pont akkor volt a magyar könnyűzenei életben, vagy a jazzen belül egy olyan generációváltás velünk, kortársaimmal, barátaimmal, akik már a bebop korszakon, hogyha egy kicsit szakmázhatok, kicsit túl léptünk, vagy szerettünk volna elsajátítani mondjuk a 60-as évek második felétől egészen a 90-es évekig, amiben akkor éltünk, olyan különböző műfajokat, amihez igazából nem volt itthon kotta anyag, nagyon kevés hangzóanyag volt, és aztán elindult még zeneakadémista koromban egy tehetséges zenészekből álló manggal egyfajta beszélgetés először kötetlen formában, ebben a témakörben, és aztán ennek az lett a vége, hogy én voltam az, aki olyan szervezetten éltem az életemet, ahogy az előbb meséltem valószínűleg a sport okán, hogy így nagyon-nagyon feszesen be volt osztva az időm, hogy az álmodozásból készültek konkrét szakmai anyagok, illetve Vörös Tamás is a Művészetért Közalapítvány segítségével pedig volt egy olyan háttérszervezet, aki megadta azt a keretrendszert, aminek a támogatásával én az egészet engedélyeztetni tudtam. Én gondoltam, hogy ebben a beszélgetésben, mintha itt lenne velünk Vörös Tamás, mert azért nagyon szoros volt a kapcsolatotok, és hála Istennek ez jelenleg is így van. Így van, mindig velem meg bennem van. Tehát én két embernek köszönhetem azt, ami vagyok,
és ami zeneileg meghatároz, az egyik édesapám, vagy a szüleim, másik pedig Vörös Tamás. Nos, viszont jöttek különböző formációk, legendás időszak volt az életedben, hiszen lemezek, előadások, nagyszerű koncertsorozatok hűznek, és itt volt egy csomó legenda, csak Rékletem, Cserháti Zsuzsa, Charlie, Rojés Ádám, Hevesi Tamás, hadd ne soroljam fel, hogy ki mindenkivel játszottál. Ez egy meghatározó korszak volt az életedben? Nagyon, igen, az egyik legmeghatározóbb korszak. Nekem még abban a szerencsés időszakban volt lehetőségem elkezdeni ezt a pályát, amikor dübörgött a klubélet Magyarországon, és borzasztóan sokat játszottunk, heti akár 4-5-6 koncertünk volt az ország különböző pontjain, egyetemi klubokban, vagy akár városok rock vagy jazz klubjaiban, úgyhogy inkább ott a nehézség az mindig az egyeztetés volt, hogyha egy dátumra bejött esetleg több koncert, akkor hogyan lehetett ezt egyeztetni. Mert hogy nem feledhetjük, hiszen akkor volt a United is, és ráadásul elindult a United, az szintén egy kivételes lehetőséget volt arra, hogy egy saját zenekarral, ha úgy tetszik, de megismertessétek azt a különleges hangszerelésű zenét, ami a sajátotok volt. Így van. A United volt a megnyugvás időszaka. Én a Unitednek az előd zenekarában kezdtem a Barnáékkal, az Dr. Stank néven futott, aztán utána Acid Company lett, és abból én kiszálltam, és akkor jött egy olyan 4-5 éves időszak, amit említettél, hogy nagyon sok zenekarban voltam egyszerre, és akkor 2002-ben, amikor a Kolta Gergő barátom a Unitedből kiszállt, akkor kerestek meg a Barnáék, hogy nem lenne kedvem visszamenni és együtt játszani velük újból. És én akkor az összes ilyen úgynevezett session munkámat leadtam, és csak a United-re koncentráltam a popzenén belül, illetve a jazz. És ezt megtapasztalhattuk számtalanszor Fehérváron is, hála Istennek. Igen, játszottunk. Hiszen Fehérvárhoz kötődik az Alba Regia Jazz Fest, egy kicsit bővebben kell, hogy beszéljünk, de előtte, hogy mennyire komolyan vetted azt, hogy meg is kell ismertetni ezzel az új generációval azt a zenét, amit ti képviseltek. Ugye én még emlékszem a Fidelio.hu és a Kodolányi Jazz Tanszékének a közös előadás sorozata. Tehát ez egy közös sorozat volt, ahol én azt gondolom, hogy az a köznapi ember, aki a zenét kedvelte, de nem rajongott kifejezetten a jazz iránt, és nagyon sokat tanulhatott. Igen, akkor is... Ez volt a fő gondolatunk, ami ma is egyébként az Alba Regia Fesztivál keretein belül, hogy közönséget kell találni a jazznek. Mert nagyon elidegenedett maga a műfaj a közönségétől, ez egészen a 60-as évekre vezethető vissza szintén, de ez egy hosszabb beszélgetés, témája lehetne, hogy miért. De hogy nem kell ettől félni, nem kell megijedni attól, hogy valaki improvizál a zenében, mert azt szerencsés esetben úgy teszi, hogy ért hozzá, és a füleknek tetsző módon történik. Úgyhogy ilyen módon igen, egy nagyon jó kezdeményezés volt a Fidelioval, amikor hangszercsoportokra, vagy akár hangszerekre lebontva egy előadássorozatot tudtunk csinálni, ha úgy tetszik a hétköznapi embereknek. És ez meghozta az eredményt ilyen értelemben már, mint a ti munkátok az Alba Regia Jazz Festen is, hiszen kevés olyan koncertsorozat volt, ami népszerűbb ennél, függetlenül attól, hogy nyilván, hogy nem azok voltak a nézők elsősorban, akik idegenkedtek először még, viszont nagyon sokat tanulhattak belőle a számtalan helyszínen, és a különböző stílusok találkoztak egymással. Igen, én örülök, hogy kívülről is így látszik. Nekünk a Tamással az volt a célunk, és erre vagyunk talán a legbüszkébbek, hogy maga a brand, maga az Alba Regia Fesztivál brand legyen olyan erős, hogy képviseljen egy olyan minőséget, amire, hogyha a közönség látja azt, hogy egy évben, ugye általában mindig augusztusban van, azt a 3 napot kilövi magának, mert hogyha nem is tudja még előre, hogy milyen fellépők lesznek, tudja azt, hogy egy önigényes szórakozási lehetőség, amire ő kíváncsi. Az első 4-5 év volt, amikor azt vettük még észre, hogy a nevekre jönnek kifejezetten, tehát megnézik, hogy milyen koncertek lesznek, és akkor jönnek, de aztán sikerült átlendülnünk, és most lesz a 9. az új időszámítás szerint. Tehát az utóbbi 4 alkalommal már magára a fesztiválra jöttek, ugye ez időközben kibővült egy gasztronómiai fesztiválá is, és egy nagyon jó hangulatú, ilyen 3 napos dzsambori szokott lenni. Ez annál is inkább fontos, mondom én, mert hogy megtapasztalhattuk, hogy időközben a jazz tanszak hallgatóiból remek zenészek születtek, olyanok, akikre kíváncsiak vagyunk mi is. Tehát ez egy sikersztori, a tanszék? Hát az a másik sikersztori, hogyha visszamegyünk még a Lausmarra, a hőskorra, és az egy... szintén egy fantasztikus időszak volt, hogy az elmúlt 22 év eltelt 2000 óta, ahogy említetted, az első évfolyam indulása óta, hogy ez alatt a 20 év alatt, és mondjuk a mai magyar könnyű zenét, hogyha megnézzük,
A ma működő és az azóta működő zenekaroknak, zenészeknek a jelentős részének valamilyen köze volt Székesfehérvárhoz, vagy a Lausman, vagy a Kodolányi révén. Tehát ilyen módon ma is érezhető a lenyomata a városunknak, vagy a városunkban folyó képzésnek, képzéseknek, és ez büszkeség, igen. Azt tudjuk, hogy az igény a zene apostola, vagy ilyen módon, de hogy lehet ezt folyamatosan fejleszteni, hiszen nyilvánvaló, hogy egy Albarégia Jazz Fesztivál nem elég ahhoz, hogy ez beváljon, függetlenül attól, hogy nyilván a nálatok végzett fiatal zenészek, azok megterítik, úgy tetszik, a zenei piacot Magyarországon, hazánkban, és egyre inkább külföldön is, mert hogy tehetségesek, és ugyanakkor itthon mit kell tenni, mármint Székesfehérváron. Hiszen erre is van példa, itt van például a fehérvári gasztró és zeneünnep, hogy megérkezzünk a mába, mert hogy ez újdonság. Igen, annak is szintén azért örültem nagyon, mert egy olyan fajta kezdeményezés gasztronómiai részről, ahol a gasztronómiát helyezték fókuszba, és a csúcs gasztronómiát, vagy az igényes gasztronómiát, és ahhoz választottak minket szintén a Tamással, Vörös Tamással azért, mert látták az Albarégia Fesztiválon végzett munkánkat, és az igényes vonz az igényest, ez nem egy nagy titok, tehát igényes gasztronómiát olyan dologgal érdemes más kultúra szempontjából, vagy kultúrával párosítani, ami hasonló színvonalat képvisel. Úgyhogy három olyan hétvége volt márciusban, ami kvázi ez a tavasz köszöntő rendezvény keretében valósult meg, ahol mind a három nap nagyon finom ételeket, italokat lehetett kóstolni, és mellette nagyon igényes zenét lehetett hallgatni. Mit hozhat a jövő a jazznek? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy most ez a két esztendő a koronavírus járvánnyal alaposan megviselte, én nem azt gondolom, a közönséget és a zenekarokat egyaránt. Igen, még hogyha a programokat említhetem, most indult pont tegnapi nappal egy fejérítő nevű programunk, ami meg kifejezetten arról szól, szintén egy zenei program, hogy kiválasztottunk egy Fejér megyei illetőségű népdalt, és azt lehet különböző műfajokon belül feldolgozni zenekaroknak, és ehhez tartozik, most szombaton lesz a régi technikaházában, civil központban egy négy workshopból vagy előadásból álló egésznapos program. Kossi Janka, Mics Márton, Kneifel Imre, illetve Kemény Zsófia. Kemény Zsófi talán hozzád közelebb el, vagy jobban ismered, ő az irodalom részéről, vagy az igényes szövegalkotás oldaláról fogja ezt az egészet megközelíteni. És azért tartottuk fontosnak, hogy rögtön a program elején megfogjuk a zenekaroknak, vagy a fiataloknak a kezét, és ne csak oda dobjuk a népdalt, hogy csináljatok vele azt, amit akartok. Pont a beszélgetésünk elején említettem, hogy ez egy szakma. Tehát vannak olyan szakmai szempontok, amit meg lehet nekik mutatni, hogy milyen utakon érdemes elindulni, hogy érdemes átharmonizálni. Egy szöveg esetén hogy érdemes hozzányúlni, hogy ne csak az legyen, hogy gyere bébi, megfogom a kezed, hanem hogy meg lehet azt tölteni tartalommal úgy, hogy ez menő is legyen. És én tényleg eltántoríthatatlanul hiszek abban, hogy 20 évvel ezelőtt, ha még a túros palacsintára is vegetát szórtunk, mert olyan szinten volt a gasztronómia, és 20 év alatt be tudott egy nagyon szép pályát futni, és nem csak a fine diningról beszélek, hanem tényleg vannak olyan klasszélyek itt Fehérváron is, ahol akár menüt be lehet menni úgy enni, hogy jót eszik az ember. A borfogyasztás, alkoholfogyasztás ugyanez, hogy most már nem az alföldi tablettás borok vannak, hanem bizonyos társaságban az is szégyen, hogyha az ember nem tudja megmondani, hogy melyik lejtőről szüretelték azt a szőlőt, ami meg már megint csak túlzás. De hiszek abban, hogy a zenét is fel lehet emelni, vagy fel lehet tenni arra a polcra, ahol igenis mérvadó lesz maga a választás, a zeneválasztás, hogy nem mindegy, hogy egy házi buliban, egy szórakozó helyen milyen zene szól, az választás eredménye kell, hogy legyen, és az elektronikus zenében is, a mulatosban is mindenhol lehet az igényeshez nyúlni. Nekem ez a misszióm, hogy megpróbáljam az embereket erre rávezetni, és igenis próbálják meg mindig az igényeset választani. Igen, tudjuk azt régről, hogy mindennek rendelt ideje van, úgy tűnik a korszakváltásnak is, ahogy tetszik, ez egy remek út. Viszont hadd kérdezzelek meg arról, hogy fogadtad a elismerést. Amikor megjött a levél, mi volt az első gondolatod? Megerősítést jelentett? Egy nagyon régi barátom volt nálunk, és otthon éppen vacsoráztunk, finom lecsót csinált a párok, és nem értettem először, tehát többször elolvastam az e-mail jött egyébként, és többször elolvastam az e-mailt, hogy ez biztos, hogy nekem jött-e, vagy hogy nem foglalkozom ezzel a hétköznapokban egyáltalán, és olyannyira, hogyha végre visszaköthetek, nem foglalkozom vele, hogy tegnap voltam szintén egy barátomnál Budapesten, aki egy héttel korábban, amikor leegyeztettük a találkozót, a lelkemre kötött, hogy kért, hogy vigyem el, mert szeretné megnézni.
teljesen kiment a fejemből, otthon szépen feltettem egy polcra, de nem ez éltet a hétköznapokban, hanem próbálok feladatokat megoldani. Tehát van egy vezérel, vagy vannak nagyon fontos cölöpök az életemben, amik mentén közlekedem, és azon belül pedig vagy én jelölök ki magamnak megoldandó feladatokat, vagy az élet. Tehát azok mozgatnak a hétköznapokban, és egyébként nem veregetem a saját vállamat, hogy milyen ügyes fiú vagyok, de meglepő és nagyon jó esőérzés volt természetesen. Tehát nem az arany, nem a nyitja, ahogy Utasi mondta, rabja teszi a kalitkát, ez a titka. Igen, igen, igen. Jó, hát nos, én minden fehérvári és minden magyar jazzrajongó és jó zenerajongó nevében gratulálok még egyszer, köszönjük szépen, és hát érdeklődéssel várjuk a Fehérítőt, illetve az Alberége Jazz Festet. Nagyon szépen, köszönöm szépen. Köszönöm én. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Az Isten által teremtett világ szépségét szeretné visszaadni Wollein Ferenc festőművész. A színekre, az egyediségre és az eredetiségre mindig is nagy súlyt fektetett a fiatal alkotó, akinek immáron az 53. kiállítása nyílt meg a Kisfaludi Közösségi Házban. Szakrális témák, itáliai tájképek és a balatoni táj, ezek a témák szerepelnek Wollein Ferenc különleges képein. A fiatal művész 50-60 alapszínnel dolgozik, sohasem vegyíti ezeket, csak fehérrel töri meg a színeket, és legalább 300-500 színárnyalatot tud létrehozni. Én képviselem egyedül ezt a naív neo-reneszánsz irányzatot Magyarországon. Ez elterjedt Dél-Itáliába, meg Dél-Amerikába. Sokan értékelik ezt az irányzatot. Egy új technikát is kipróbáltál a legújabb festményeden. Elmondanám, hát most én is változok meg a színeim, és hát sokkal pasztellesebb színekkel, meg kifinomult technikával dolgozok, mert így jártam Olaszországba is, meg teltek múltak az évek, fejlődött a festészeti technikám is. A fiatal művésznek már több mint 50 egyéni tárlata volt, egyik műve a Vatikáni Múzeumba is bekerült. A Nemzet Fiatal Tehetsége címet 4-szer nyerte el, és több mint 100 alkotással került be köz- és magángyűjteménybe. Állandóan kísérletezés újít. Például itt a balatoni tájképfestészetben itt több ilyen festménye is van. Ő alkalmazza először ezt az aranyezüst kollás technikát, festékelt. Ugye ezt az Udvardi Erzsébet Kossuth Díjas művésznő alkalmazta arany és ezüst ilyen papírokkal, kivágásokkal. A Ferenc ugyanezt teszi aranyezüst színekkel, és a víznek a csillogását, vagy például a fátyolnak az áttetsző aranyozott ezüstös vonásait próbálja meg ezzel visszaadni. Milyen fontos tervei vannak? Hát az egyik az, hogy jövőre lesz ugye Veszprém-Balaton Európa kulturális fővárosa. A Ferenc két rendezvénnyel is részt vesz. Az egyik a megnyit Badacsonyőrsön a Kortárs Képzőművészeti Galériája. Ez benne van a Veszprém-Balaton LKF hivatalos programkínálatában, illetve szintén ezzel párhuzamosan jövőre Ábrahám megyen a Bernát Aulér Galériában lesz egy fél éves tárlata. A balatoni legendákat, mondákat feldolgozó festménysorozatából, magyar képzőművészet története, mint festőnek, neki van a legteljesebb sorozata a balatoni legendákat feldolgozó festményekből, és ezt a magángyűjtőktől visszakölcsönözzük, és körülbelül 35 festményt fogunk egy fél éves kiállításon belül bemutatni. De azt is mondhatjuk, hogy Székesfehérvárra is már hazajár. Hát igen, az én családom mindig származik, apai, anyai ágról, tehát én úgy is lehetne mondani, hogy Törzsőkereszt székesfehérvári vagyok. Ferenc viszont Balatonon született, balatoni gyerek. Ez az ötödik kiállítása, ez Ferencnek rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy itt ennyire értékelik. Kettő kiállítása volt a Szabadművelődések házába. Egy volt az Árpád-fürdőnek a galériájába, volt egy a Szent István Művelődési Ház Szent Korona galériájába, és akkor most ez az ötödik tárlata. Ferencnek olyan, meg nekem, én hazajárok, ugye, mert a családom innét származik, a Ferenc is gyakorlatilag hát hazajár, mert a nagyszülők, az anyai ágban levő nagyszülők is itt élnek, és hát folyamatosan látogatjuk és tartjuk velük a kapcsolatot.
Az emberi erőforrások minisztere szerint Wollein Ferenc képeiben kiválóan önti színekbe és formákba azokat az értékeket, amelyek identitásunk részét képviselik. Bemutatja azt, hogy hogyan látja ő a világot, a földet és az égit, az embert és a teremtőt. Ezáltal az alkotás gondolatokat ébreszt a befogadóban, motiválja, megérteti vele a világot. Ezt Arisztotelész igen pontosan megfogalmazta egyetlen egy mondatban, közel 2,5 évezreddel ezelőtt. A művészet célja nem a külső forma, hanem a belső lényeg megjelenítése. A történelmi események feldolgozásának, a hagyományok továbbörökítésének egyik legfontosabb eszköze a festészet. Nekünk magyaroknak művészeti hagyományaink, identitásunk egyik legfontosabb részét képezik. A fiatal Wollein Ferenc a kortárs magyar festészet egyik kiemelkedő alakja. A Kisfaludi Művelődési Házban rendezett megnyitón bemutatták Wollein Ferenc 4. képzőművészeti kiadványát, amit dedikált is az érdeklődőknek. Handel életművéből a megváltó eljövetelét és feltámadását megéneklő messiás, a benne megszólaló közkedvelt Hallelujával máig az egyik legnépszerűbb darab. A Vörösmarty Könyvtár olvasótermében a zenebarátok is megismerhették a művet és megszületésének körülményeit. Ismerjük meg a Messiás címmel invitálták zenetörténeti előadásra az érdeklődőket a Vörösmarty Könyvtár olvasótermébe. A rendezvény a házigazda Szabó Balázs zenetörténész ismertette meg a közönséggel az örökbecsű Handel darab megszületésének történetét. A Messiás Handel kiemelkedő kvalitású és fontosságú oratóriuma. A messiás alakja, tehát a Krisztus a megváltó alakja egy teljes, több tételes, sőt úgy mondom több részes oratóriumban nyer kibontást és sokféle szempontból megvilágítást. Ehhez hasonló művet nem nagyon komponáltak a zenetörténetben. Krisztus életének különböző történeteiről, vagy inkább úgy mondanám, hogy eseményeiről, persze születtek zeneművek, különlegesen a passiót említhetném, tehát a nagypénteki történet, Krisztus kereszthalálát és temetését, de az, hogy valaki egy nagy zeneműben a teljes Krisztus jelenséget megpróbálja körbejárni, hát ez mindenképpen különlegesség. Persze a zenetörténetben nem egyedülálló, gondoljunk csak Liszt Krisztus oratóriumára, de a messiás ilyen szempontból alig, hanem az első a nagy művek sorában, és hát ezt a kérdést szeretnénk egy kicsit megvilágítani most a kedves érdeklődőknek, a nagy hétre készülve, a húsvétre, a feltámadás ünnepére készülve, remélhetőleg tudunk újakat és érdekeseket mondani erről az egyébként nagyon ismert és nagyon népszerű kompozícióról. A kizárólag bibliai szövegre épülő darab szövegkönyvéről Makkos Norbert bíró tartott előadást. A szövegkönyvet nagyon sokan nem értjük. Amúgy is egy régies bibliafordítás alapján készült, egy régies angol nyelven szól mindig az oratórium, és az átlagos magyar közönség nem biztos, hogy szó szerint érti azt, hogy miről is van szó, és erre szeretnék én kicsit fókuszálni. Mi kerül a fókuszba az előadásában, hiszen ez remekül hangzik, de mi lesz az, ami különlegesebben? A szövegkönyvnek az ívét próbálom bemutatni.
És azt is tudni kell, hogy először készült el a szövegkönyv, és Handel erre a szövegkönyvre, amit a barátja Charles Jensen írt, erre írta meg az oratóriumot. Sokszor úgy is nevezte az egymás közötti levelezésben, hogy a te oratóriumod, mondta Jensennek. És egy proféciával kezdődik az egész a mű, amely úgy szól, hogy vigasztaljátok népemet. Közben felvetődik a báránynak a motívuma, és a végén megvan, hogy miben látja a szöveg, illetve a zeneszerző a vigasztalás ténylegében ebben a csodálatos zeneműben. Az előadáson felcsendültek a mű bariton tételei Makkos Ambrus előadásában Kővágó Zsombor trombita és Csőke Andrea zongora kíséretében. Kubasek János Székesfehérváron is bemutatta Almási gróf az angol beteg hiteles életútját. A könyvbemutatón nyomon követhetjük a legendás felfedező pályafutását. Egy rendkívül érdekes könyvemutatónak lehettek tanulni az érdeklődők a Tiszti Klubban. A Honvéd Nyugállományúak Klubja és az Öreg Sasok meghívására Kubasek János tartott előadást a közelmúltban megjelent a Szahara bűvületében című kötetéről, amely az angol beteg igaz története Almási László hiteles életrajza alcímmel a legendás Afrika kutató életművét dolgozza fel. A geográfus szerző, az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója nyomon követte a 20. század legsikeresebb magyar földrajzi felfedező utazó életútját, felkereste Almási László kalandos pályafutásának európai, ázsiai és afrikai helyszíneit. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen tanultam történelem földrajz szakom, és egyik tanárban volt Kádár László professzor úr, aki tagja volt, Almási László vezette 1933-as szaharai expedíciónak. És az ő speciál kollégiumain, paleogeográfiai és ősföldrajzi speciál kollégiumain került szó Almási szaharai felfedező utazásainak az eredményeiből, és ekkor kezdtem el intenzíven foglalkozni az ő életével. Levéltári kutatások Angliában, Németországban, Egyiptomban ösztönöztek arra, hogy megírjam azt az életrajzi kötetet, ami hiteles dokumentumok tükrében, és a helyszínek megismerése alapján ad egy átfogó képet egy rendkívüli életútról. A Szaharában sikerült eljutni azokra a helyszínekre, melyek az ő kutató útjai nyomán váltak ismerté. Így sikerült felkeresni Gilfkebir Wadi Szúra nevű völgyét és Wadi Abdel Malikot, a híves Zabzurát, amit sokan kerestek, de Almási talált meg. És mivel őt hosszú ideig, évtizedeken át nem említhették Magyarországon, még az Új Magyar Lexikonból is kimaradt a II. Világháborús szerepvállalása miatt. Ezért úgy véltem, hogy mindenképpen érdemes és szükséges és fontos, hogy az ő életművét, életútját, megpróbáltatásait, sikereit, kudarcait, eredményeit egy teljes kötetben mutathassam be. A Szahara bűveletében című könyv 4 kiadást is megért, adta meg azt a keretet és formát. Több évtizedes kutatások vannak a könyv mögött. Szerencsére még találkoztam az ő hajdani kortársaival, családtagjaival, ezek közül ma már csak ketten élnek. A kötet végigkíséri a 9 Oscar-díjjal kitüntetett film, az angol beteg főhőse Almási László mindennapjait, feleveleníti gyermekéveit, első világháborús tevékenységét, illetve hiteles megfogalmazásban tárja elénk 4. Károly király puccsaiban játszott szerepét. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!